Az Országos Könyvtári Napok 5. napján mutatták be a Palócföld folyóirat 2023. évi 3.-4. összevont lapszámát. A Balassi Bálint könyvtárban megjelenteket Fekete Zsolt polgármester köszöntötte. Két jelentős jubileumra szeretném felhívni a figyelmet. Jövőre ünnepeljük a 70. évfordulóját annak, hogy napvilágot látott a Palócföld irodalmi, művészeti és közéleti folyóirat első lapszáma. Vármegyénk országos terjesztésű periodikája a kezdetektől kettős célt igyekezett teljesíteni. Egyrészt feladatának tekinti a történelmi nógrádi irodalmi és művészeti hagyományának megőrzését és átörökítését. Másrészt pedig meghatározó módon kíván jelen lenni a hazai és a határon túli irodalmi életben is. A folyóirat kiemelkedő tevékenységét 2004-ben Madács díjjal, 2005-ben Salgó Tarján Pro Urbe díjával ismerték el, 2018-ban pedig bekerült a Nógrád megyei értéktárba, azaz Nógrádikummá vált. A Palócföld kiadói feladatait több évtizede a Balassi Bálint könyvtár látja el. Önkormányzatunk pedig 2013-tól fenntartója az intézménynek. Tehát épp egy évtizede annak, hogy önkormányzat még jelentősebb szerepet vállal a Palócföld fennmaradásában, megjelenésének biztosításában és színvonalának megőrzésében. Fontosnak tartjuk, hogy a Palócföld továbbra is hírvívője legyen a helyi értékeknek, hiszen eddig is nagymértékben járult hozzá a városunk és régiónk irodalmi és művészeti életének fejlődéséhez. A kiadó a 2023. évi első két lapszámát, a Madács 200 emlékév, a 3.-4. összevont lapszámot pedig a Petőfi 200 emlékév alkalmából állította össze. A lapszámmal kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat, munkáikat dr. Praznovszky Mihály és dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész vendégszerkesztők osztották meg az érdeklődőkkel. Nekem a fejemben volt mindaz, amit Madáccsal kapcsolatban itt az elmúlt évtizedekben a Palócföldben, a Palócföld környékén, a kortárs irodalomban, prózában, historiográfiában olvastam, ismertem. Meg hát elég öreg vagyok ahhoz, hogy sok olyan jó barátom legyen, akiben bízom abban, hogy ha kérek tőle, akkor küld. Ezért a Palócföld egy kicsit, ez a vonalszám vegyes lett, egy kicsit antológia is, meg kicsit folyóirat is. Tehát vannak benne régebbi számok is. Mit tudom én, Tőzsér Árpád, Magyar Irodalom egyik nagy öregje elküldöttem egy olyan szöveget, amely már korábban megjelent valahol, nem volt szívem kihagyni, mert nagyon fontos szöveg. Ráadásul Madásnak egy olyan vonulatára mutat rá, filozófiai szempontból, de olvashatóan, amelyekről nem is nagyon tudtam. Lényeg az, hogy ahogy az anyagot végig gondoltam, formálódott a koncepció. Formálódott a szerkezet. Rögtön kiderült, hogy mi kellene még. És egyszer csak kialakult a tematika, hogy akkor van mű, van műelemzés, van megjelenés, tehát másodlagos, ugye, hogy olyan szinteken, mint színház, film és opera, mert hírt adtunk az új madás a tragédia operáról, és ami nagyon fontos volt, ez kiinduláskor azon nyelvet, hogy a felvidékiek. Nekünk Nógrádban ez nagyon fontos. Hát a fele még mindig a felvidékhez tartozik, ugye ezt tudjuk jól, és a felvidékek nagyon tisztességes Madács évfordulót csináltak, és öntötték nekem az anyagot, tehát könnyű volt belőle. És ugyanakkor tudtam őket reprezentálni, hogy igen, így kell csinálni egy 200 éves évfordulót, ahogy ti csináljátok, felvidéki madácsosok. És egyszer csak összeállt az egész, és akkor találtam ki az elejére, erre nagyon büszke vagyok, tehát indítani kell mindig Madáccsal. Tehát adott lapszámot Madácshoz a művészeti értekezéséből olyan textust választottam ki, amelyik kimondottan aktuális van a művészet és az ízlés, a művészet és a politika szerepéről szól. Szerettem volna beszélni mindenképpen az irodalom tanítás, tehát Petőfi tanításáról, és azt találtam ki, hogy az lenne valami újszerű, hogyha meg tudnánk nézni, hogy a Vajdaságban, Árpád-alján, a Felvidéken,
Erdélyben, és ezt sikerült megvalósítani. Burgenlandban még arról is van tanulmány, tehát hogy tanítják Petőfi, és azt hiszem a lapszámlattán ez a legújszerűbb része. Egész extrém dolgok. Szerbiából kettő is van, egy tudományos írás és egy tanításról szóló írás, amelyben Fargó Kornélia professzor, az Újvidéki Egyetem tanára elmeséli, hogy még néhány évtizede is igen komoly szerb tudósok szerint Petőfi nem is volt magyar, mert az anyja szlovák volt, az apja pedig szerb, mint Petrovics István. Tehát ez teljesen, hogy úgy mondjam, tudományos imperatívus volt Szerbiában. Sok egy borzasztó izgalmakat hozott ennek a számnak a szerkesztése. És hát tudtam azt is, hogy a kultuszról kell mondani nagyon fontos dolgokat, és hát, hogy legyenek klasszikus irodalomtörténeti tanulmányok, és legyenek paródiák, játékok, Petőfi átiratok benne.